Egy Miskolcról itt már megint, ami egy kicsit úgy egy kicsit szög a fenekembe, mert ezt már be kéne fejezni. Ózdot kihagytuk miattam, én nem tudtam, nem értem rá menni, ugye született a kisfiam április 10-én Zsolt napon, elegánsan megérkezett. Azt miatt hagytuk ki, Bükkfürdőre nagyon fájt már a fogunk, ugyanis elindultunk itt 2 évvel ezelőtt még a Subarunkkal, ami akkor műszaki okok miatt ki kellett, hogy álljunk. Nem tudtunk menni, csak egy fél gyorsaságit, semmilyen tapasztalatunk meg élményünk nincs arról a versenyről. Úgyhogy emiatt ezt a versenyt nagyon vártuk. Viszont a miskolci esés miatt én egy kicsit nehezen találtam most magamra. Tehát azt éreztem az elején, hogy nem szabad gyorsabban menni, mert valahogy nem vagyok egy az autóval, meg nem érzem, pedig semmi nem változott. Murván is mentünk már, nincs egy rohadt nagy tapasztalatunk, de mentünk már. Úgyhogy óvatoskodtunk az elején, aztán elkezdtünk gyorsulni. Az első körben egy kicsit megint óvatosabbra vesszük a figurát, tehát azért nem loholunk bele az ismeretlen gyorsokba, ész nélkül. Beszeretnénk fejezni ezt a versenyt, úgyhogy azért a
nem mondom, hogy 100%-on fogunk autózni egész nap, sőt, még délután, még este sem, még a Power Stage-en sem. Ezt jobb így előre kimondani, mert így akkor el is döntöm, és akkor meg is tartom ezt a döntést, és akkor talán nem fog minket semmi abba hátráltatni, hogy befejezzük végre ezt a jó kis izeumralit. Nekem nagyon tetszik a Farkaserdőnek, ez a Farkaserdő extrának az eleje, ami maga a Farkaserdő. Visszafelé. Igaz, hogy én még odafelé sem mentem rajta soha, ugye itt a félmezőny már 20 éve azon megy. Mi nem mentünk, mert nekem nagyon tetszik. Én szeretek ilyen szép helyeken menni, szeretek tempósan menni, még Murván is. Néha szeretek vállalni is egy kis kockázatot, és akkor tudunk jó időket menni. Megmondom őszintén, az új gyors, amit új gyorsnak hívnak sokan, ami a Farkaserdő Extra-nek a vége, a Power Stage-ünk vége, az nem tetszik egyértelműen. Azon összeszorítom a fogam, és majd átmegyek valahogy. Nagyon-nagyon jó hétvégénk volt, nagyon hosszú volt, de el kell mondanom, hogy nem nagyon volt még ilyen versenyünk, hogy tényleg semmilyen kalandunk nem volt. Egyedül az utolsó, ezen a 20 vagy 25 kilométeres gyorságin volt egy megforgásunk, de egy nehéz murvás versenyen végigmentünk úgy, hogy még csak a matricát meg a fóliát is se derítettük fel a versenyautóról, úgyhogy nagyon büszke vagyok magunkra. Azt vettem észre a hétvégén, hogy most idő kellett ahhoz, hogy egy kicsit tudjak aklimatizálódni és magamévá tenni a pályákat meg az autót, ahogy ezeken a pályákon viselkedik. De most kivételesen türelmes voltam, és ennek meg lett az eredménye, hiszen be tudtunk jönni a harmadik helyre az ORC abszolútjában. ORB-vel együtt nem tudom, 19-20 valahogy itt, tehát ugye a helyünkön egyébként egy ilyen erőt van, ezt el kell mondani, hogy ott szoktunk autózni, voltunk már ugye a tizedikek hozzon, de itt egy ilyen murvás futamon elégedett vagyok ezzel a pozícióval. A legutolsó gyorsan hibáztam egy nagyobbat, ahol beforogtunk és nagyon sok időt veszítettünk emiatt. Nagyon megtisztelő volt a végén Gyarmati Ariel kérdése, hogy azt hiszem mi van, hogy lett itt ilyen idő, beforogtatok, és mondtam, hogy igen. Nagyon jól éreztem magam a hétvégén, nagyon jó volt csatázni a fiúkkal, ez az adokkapók, a Domonkosékkal és a Molnár Istvánnal. Arielékhez nem sok közünk volt. Itt vagyunk a harmadik helyen, sok sportás kiesett műszaki hiba vagy esetleg baleset miatt. Én azt mondom, hogy ez
ez a sport értékét nem csökkenti annak, hogy mi most itt vagyunk, mert nehéz volt a verseny, de sajnáljuk, hogy ők nem vettek ebben részt. Szeretnék innentől kezdve minden versenyen részt venni, persze ez mindig idő és pénz kérdése is, de a terveinkben most az szerepel, hogy most már kivétel nélkül minden futamon el fogunk indulni. Ugye az Ózvalit kihagytuk miattam, a Miskolc Valit meg nem fejeztük be, úgyhogy egyedül a Veszprém kérdéses még. De a következő versenyen 3 hét múlva Székesfehérváron találkozunk.